Sok manifestor úgy viselkedik, mint Csipke Rózsika, hosszú-hosszú évekig alszik, és arra vár, hogy jön a herceg és megcsókolja, de ez nem fog megtörténni, hanem ezt neked kell megtenned. Önmagadat kell felébresztened manifestorként, és nem azért születtél, nem ez a feladatod. Ugye arra születtél, hogy nagyot tegyél, hogy legyen egy óriási víziód, illetve van is egy óriási víziód. Arra születtél, hogy ezt a világot előbbre vidd. Kellenek a te magjaid, a gondolatok, hogy ebben a világban valami nagyon-nagyon zseniális dolog tudjon történni. De ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha vannak emberek mögötted. És hogyha belebújsz a bokorba, visszabújsz a bokorba, visszabújsz a csigaházadba, illetve alszol, mint Csipke Rózsika, akkor nem lesznek ott az emberek, mert az emberek nem tudnak rólad, ezért muszáj kijönned a bokorból, fel kell venned azt a videót, el kell kezdened arról beszélni, hogy mi a te víziód, mit szeretnél megváltoztatni a világban, mert addig, amíg ez nem fog megtörténni, addig ugye alszik Csipke Rózsika, és